Az állatok világnapjához kapcsolódva a karcagi Nagykun Református Általános Iskola tanulói kedvenc kisállatukat hozták el társaiknak bemutatni. Földváriné Simon Ilona igazgatótól megtudtuk, az állatok világnapja alkalmából is szeretnék a gyerekek figyelmét felhívni a felelős állattartásra. A bemutatót megnézték a délután során az alsós tagozatos diákok is. Az állatok világnapi alkalmából rendezzük meg ezt a kis összejövetelt tulajdonképpen. Hagyomány ez már iskolánkban, és ennek az a lényege, majd látni fogjuk, hogy a gyerekek elhozzák a kedvenc állatokat, természetesen egyik-másikat kalitkába, tehát a védettségnek, az elvárásoknak megfelelően. Elhozzák, kiteszik, a másik két telephelyről átjönnek a kicsik, a kisebbek, és akkor megnézik a kis állatokat, nyuszikat, cicákat, tyúkokat, kakasokat. Volt itt hörcsög, nyúl, cica, papagáj, teknős, tyúk, csiga és többfajta kutya is. A környezetismeret órán is tulajdonképpen téma az állatok védelme, az állatoknak a szeretete, és tulajdonképpen mi ezt a hagyományt szeretnénk követni, és úgy a gyerekekbe beletáplálni, hogy mennyire hasznosak az állatok. A nagyobb ebekkel a szülők is elkísérték gyermeküket. Az állatsimogatás közben pedig a gazdiktól a kis kedvenceik tartásáról, etetéséről is érdeklődtek a többiek. Tavaly egy nagyszülő házaspár birkát is hozott, és egy diák lóháton érkezett. Most ilyen különlegesség nem volt, de így is tetszett a kicsiknek az állatfelhozatal. Tavaly például volt egy kellemes meglepetésünk. Az egyik nagymama, illetve nagypapa együtt, egy család, egy birkával vonult úgymond be a sportudvarra, illetve az egyik diákunk pedig lóháton ülve egy lovat hozott be. Hát nyilván ez nem kisállat bemutató, de nagy volt a meglepetés, nagy volt az öröm, és mindenki fel akart ülni a lónak a hátára.